A Windvision Holland-Belga konzorcium több jelentős projektumot is magáinak tudhat Európa szerte. Jelenleg összesen 9 országban fejti ki tevékenységét a szélenergia, a napenergia és a biomassa alkalmazása révén. Zentán ez utóbbi energiaforrás felhasználásával kívánják majd működtetni a városi távfűtési rendszert. Zentán távfűtőművekbe 2200 háztartással csatlakozásra körülbelül 300 más csatlakozás, tehát intézmények, gazdasági tevékenységgel foglalkozó objektumok. A Windvision vállalat képviselője elmondta, ma megtették az első lépést afelé, hogy a kínálkozó lehetőségek meg is valósulhassanak. Mint mondta, a technológia ugyan most még újdonságnak számít a térségben, de vélhetően több környező országban is eredményesen alkalmazható lenne. Hangsúlyozta, a biomassa előállításának folyamatával bekívánják vonni a helyi termelőket is. A zöld energia előállítása nagyon fontos a környezet szempontjából, de ugyanúgy fontos a gazdaságnak, a termelés költségeit tudja csökkenteni minden ilyen beruházás, és foglalkoztatási aspektusa is van. A tervek szerint Zentán 2014 őszén már az új technológia alkalmazásával kezdik meg a fűtési idényt, aminek köszönhetően a polgármester elmondása szerint a távfűtési rendszer is bővíthetővé válik majd.